Tisztelettel köszöntök mindenkit, Pisont István vagyok, a Magyar Labdarúgó Szövetség U18-as korosztályának a szövetségi edzője. Sajnos nagyon sok pályán, különösen mérkőzések közben jönnek be a bekiabálások, a megfélemlítések, a játékból való kizökkentések, amik sajnos bizony több játékos, ugye, hogyha csak a Samuel Eto világhírű labdarúgónak a megmozdulását vesszük alapul, hogy le akart jönni az FC Barcelona mérkőzés közepette, és nagy nehezen tudták visszataszítani a pályára, és megkérték, hogy folytassa a játékot. Szóval ezekről beszélek, hogy emberek lelki világával, lelkismeretével játszanak ezek a személyek, és tulajdonképpen csoportok, akik ezeket fölvállalják. Jó lenne, hogyha ez megváltozna, és teljesen más szemléletű és más világ alakulna itt körülöttünk. Mindent meg kell tenni annak érdekében, legfőképpen azok a világsztárok, azok a prominens személyiségek, akik tudnak ebben alkotni, hiszen rájuk figyel a világ, hogy megfelelő módon tudják ezeket reprezentálni a világ felé, és természetesen minden emberi halandónak, aki a saját környezetében dolgozik, emberszeretetről és mások elfogadásáról kell, hogy tanúbizonyságot tegyenek. Izraeli profi életemből talán annyit tudnék még hozzátenni a témához, hogy egy nagy befogadó készségű országról van szó, Izrael, pedig nagyon jól tudták, hogy cigány származású fiú vagyok. Az első pillanattól kezdve befogadtak, és az első pillanattól kezdve minden segítséget megadtak azért, hogy jól beilleszkedjek. Úgyhogy ez is egyfajta példa arra, hogy mit jelenthet az a befogadó készség a mások részéről, amit, és erre példa, és jó példa, hogy az izraeli emberek mennyire közvetlenek és mennyire befogadókészek voltak.